Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra Greencat és Do It Yourself, és ismét hasznos tippekkel jelentkezünk, mert hogyha dolgozunk, megesik, hogy áramlik az erszám. Igen, a fórumon jelezték egyesek, hogy szívesen látnák, hogy kell a elkopott szénkefét kicserélni egy szerszámban, és ez akkor fordulhat elő, ha olyan szerszámot vásárolunk, amely amiben egy van. Kicsit jobb, mint a legalsó kategória, mert bizony a jó szerszám az kibírja azt, hogy egy szénkefe elkopjon benne, és azt újra kelljen cserélni. Tehát jelen esetben mi egy régi flexet ragadtunk meg, és bemutatjuk rajta, hogy hogy kell a szénkefét cserélni, ami nem egy bonyolult művelet. Így van. Ő most itt többszörösen hátráltatott helyzetű, mivel ez a régi flexünk, ugye? Ez a, ami még a Milwaukee előtti. És hát ugye ennek kapcsolóbaja lett, amit szintén meg lehetne javítani, de már nem javítottunk. Túl drága bele a kapcsoló. Így van. És ezen fogjuk most bemutatni ezt a szénkefe cserét, csak hogy ne értsük félre, a végén nem fogjuk beindítani az új szénkefével, mert hogy az elvet fogjuk megmutatni, és mit kell tudni csinálni a szénkeféről. Mikor van szénkefe csere? Akkor van, amikor a szerszám az leáll, avagy esetleg utolsó rángatásokat végez, tehát az utolsó munkafázisban elkezd rángatni, erősen szikrákat lök, akkor gyanítható, hogy elkopott a szénkefe. És igen, ne várjuk meg a túlégett szagot. Elméletileg a szénkefe kopása nem égeti le a szerszámot, csak ilyen viszonylag furcsán jár. Igen, viszonylag furcsán jár a végén. Na hát, mit kell tennünk ahhoz, hogy ez véghez menjen ez a művelet? Legelső, hogy szétszedjük a legtöbb ilyen kis szerszámnak, egyszerűen le fog jönni a hátulja. Ő is ilyen. Így van. Itt egy ilyen Torx és lapos csavarhúzó kombinációjában van ez a... Igen, ez a csavar, úgyhogy ezt itt lecsavarjuk, és akkor nagyjából le fog jönni a hátulja, erre kell számítani. Mindjárt be is mutatjuk ezt a valóságban, mert mi erre számítunk. Jó, és akkor elvileg le tudod húzni. Elvileg lehúzzuk. Nos, hát ebben az van, amire számítottunk, mégpedig ugye láthatjuk, mutatom majd közelről is, ott a forgórész kommutátor része, amihez szorosan hozzáér a szénkefénk, amit egy rugó tart a helyén, és egy rugó nyom. A szénkefének a kicserélése az innentől kezdve, miután föltérképeztük, hogy hol is van ez, nem egy bonyolult művelet. A dolgunk csak annyi, hogy a kis rugót egy nagyon vékony kis csavarhúzóval kiakasztjuk ide fél oldalra. Amikor ez megtörtént, kiemeljük a kopott szénkefét a helyéről, ez szépen kicsúszik, így ahogy van, és egy kis csúszósarú csúszósarú lehúzásával kézben tarthatjuk másodpercet. Kisebb az ujjam. Alatt. Ett van. Ugyan. Na, és akkor a dolgunk annyi, hogy ezzel elmegyünk a boltba, és kérünk egy ugyanilyet, ami nem kopott. Így van. És bármilyen meglepő, ezt a folyamatot fogjuk visszafelé ismételni, amikor igen, megvan. Tehát mind a két szénkefét kivesszük, mert érdemes egyszerre cserélni, ne nézegessük, hogy melyikben van még egy fél milliméter, vagy nincs. Ezen nincs mit spórolni, tehát betesszük az ujjat vissza a helyére, és ahogy visszaraktuk, rögtön rá helyezzük a rugónyomást, és megtörtént, és a sarut visszacsúsztatjuk a helyére. Ezzel a szénkefénk kicserélni látszik, és kész. Amit tudni kell, bekapcsolás után illik bekoptatni a szénkefét, tehát járatni kell néhány percig a szerszámot, hogy szépen hozzákopjon a kommutátor ívéhez, és nagyjából ennyi a dolgunk vele. Ez nem egy olyan bonyolult dolog. Egyetlen egy van még, amit el lehet ilyenkor követni, hogy ha már szétszedtük, ugye? Ha már szétszedtük, akkor egy kicsit poroljuk meg. Ez, hát mondjuk azt, hogy nem kötelező, de javallott ilyenkor, tehát hogyha már ennyire szét, illetve itt van a másik szénkefe is, ugye, amit szintén cserélünk. Igen. Így van. Hát most itt nem törlöm én ezt tisztára, mert nem az ennek a feladata, de hogy a lényeg, hogyha már belekezdtünk, akkor nem árt egy kicsit ki is takarítani, tartsuk egy kicsit karban, és akkor még egy pár évig szolgálhat. Ha olyan a csapágy, akkor annak néhány csepp olajozást lehet adni, ha az bírja, bár ennél már itt a dobozon is ajtom, hogy nagyon zárt csapágyai vannak, bírja is egyébként valóban a port, tehát ő belé a olajat nem igen csepegtetjük, de van az a típus, amelyikbe könnyebben bele lehet. Úgyhogy a szénkefecser az ilyen egyszerű, és már csak a hátulját kell visszaraknunk, és nyilván úgy próbáljuk ki a szerszámot, hogy már rajta a hátulja, így van, és normálisan tudjuk üzemeltetni. Így fog visszamenni. Így van, úgyhogy visszamenni, és vissza is rakhatod, mert hogy gyakorlatilag kész vagyunk. Tehát rátoljuk a hátulját, és a csavart visszatekerjük. És az egy csavart visszacsavarjuk. És kész is vagyunk.
nagyjából ennyi egy szénkefecsere, ettől nem kell megijedni, hogyha van otthon egy ilyen szerszámunkat. Igen, ha fúró, kézi fúróban cserélünk szénkefét, ott amivel bonyolultabb a helyzet, hogy általában a fúrót, amikor szétszedjük, az egész csapágyazást tartja, tehát érdemes lefektetve levenni a tetejét, mert ha ezt nem így csináljuk, akkor aztán széthullik az egész tartalma. Ott pedig a porolás helyett inkább a zsírzást javaslom, ha már szét vannak szedve, akkor a fogaskerekek kapjanak egy zsírzást, de a módszer hasonló, ugyanígy igen, benne található a szénkefe. Nem árt ott is egy kicsit átápolgatni, ha már egyszer szétszedtük, akkor ne legyen hiába. Igen. Ez, amit ma mutatni akartunk, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, hogyha van valami kérdésetek, akkor kommentben, illetve a fórumon is egymással is megbeszélhetitek, és iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Így igaz. Sziasztok! Sziasztok!